Deus finorum te octura commovendo, bonas praces pracorutis ias solens propitius finario heingariano populoque noro mano curitibus mihi domo familiae. Örömmel tájékoztatjuk a kedves megjelenteket és a város lakosságát, hogy régészeti kutatások szerint Nagymaros és környékének bor kultúrája jóval régebbi, mint amiről eddig tudomásunk volt. Visegrádon talált régészeti leletek szerint már a rómaiak idején a környék fejlett bor kultúrával rendelkezett, a megtalált szőlőmagok alapján még a szőlő fajtáját is be tudták azonosítani a szakemberek. Az alkalmazott eljárások a borkészítés technológiájáról rendelkezésünkre állnak. Ennek alapján a Heininger borászat, a Nemzetközi Limes Szövetség és a kutatásban résztvevő régészek támogatásával ezeknek a technológiáknak megfelelően ebben az évben el kívánja készíteni a rómaiak borát. Köszönjük azoknak, akik eddigi munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a nemes feladatot meg tudják kezdeni. Szeretném felkérni Heininger Ádámot és a felsorolt személyeket ezt a bizonyos vállalást hitelesítő dokumentum aláírására. Emléklap, mely szerint a Heininger borászat a 2000. évben Visegrád Gizella majori területen Gróf Péter és Gróf Dániel régészek által római rétegben megtalált szőlőmag alapján, melyet a Magyar Mezőgazdasági Múzeum a híres római Apiana puskotályos szőlőmagjának minősített, az ezen a területen már 1600 éve termesztett római szőlőfajta ma is fellelhető leszármazottai terméséből újra alkotja a rómaiak egyik borfajtáját, melynek a Limes nevet adja. E napon Nagymarosváros borkultúrát szerető lakosai előtt a nagymarosi borversenyen nemes vállalkozását bejelentette a megjelent szemtanúk szemei előtt. És a borkészítésről annyit tudok csak, hogy a bor szőlőből készül, legalábbis jobb esetben, és hogy a jó bort szeretem. Ezért is tetszett meg Szombati Szabó István egyik versének gondolata, nagyon magaménak éreztem. Ki bort csak máséból iszom, kinek hordom sincs, pincémben nincs hordó, s hordomban nincs egy hörpintésnyi borom se, köszöntöm a bort, minden nedvek királyát, s magyar sírva végadók szent italát. Hagyományos borversenyünk az idén is komoly izgalmakkal kecsegtet, hiszen a megújult nagymarosi borászkultúra valószínűleg ebben az évben is kiváló borokkal örvendeztet meg minket, borszerető embereket. A köztük folyó versengés izgalma ránk is átragad, s mindannyiunkat várakozással tölt el. A múlt alapján újjáépülő nagymarosi borászati kultúra bemutatása és egyik mércéje is ez a mai verseny. Külön öröm évről évre, hogy egyre több fiatal borász is bemutatkozik nagy sikerrel a ma már rendkívül magas színvonalon tevékenyedő borásztársadalom színpadán. Valóban magas a mérce,
hiszen az elmúlt évtizedek alatt az egymás segítő és fejlődni vágyó nagymarosi borbarátok körének munkája meghozta gyümölcsét. A nagy öregek, élükön Heilinger Károllyal, elvetették a tudás magvait, és beültették társaikba a vágyat az egyre tökélesedő munkára. A mai, kérem hölgyeim és uraim, már a 19. nagymarosi borversenyt nézve nyugodtan kijelenthetjük, hogy munkájuk beérett, a nagymarosi borászat egyre szélesebb körűvé válik, egyre szebben fejlődik. Talán természetes dolognak tarthatnánk, hogy egy valaha mezővárosi településsel rendben mennek a dolgok. Valóban van szép múltunk, tudjuk, hogy már az Árpád-korban is foglalkozott a lakosság szőlő- és gyümölcstermesztéssel, s hogy az ősidők óta megtalálhatóak itt a szőlőtermesztés és borkészítés hagyományai. Olá Miklós 1536-ban Hungária című műve visegrádi fejezetében így írt. Ablakunk a Dunára nyílik, nagy szépséget mutat, különösen a Duna túlsó partján elterülő vidéken látható a német telepesek által lakott nagymaros mezőváros is, felette messzire nyúló, nem túl magas hegy emelkedik, s szőlőkkel végig be van ültetve. Ahhoz, hogy nagyon jó bort készítsünk, ahhoz, hogy nagyon jó vagy vörösbort, vagy rozét, vagy vörösbort készítsünk, az igen-igen felkészült társaságnak kell lenni, mert ehhez igenis tudás kell. Az egyetemen ugye 5 évig tanítják, a főiskolákon 3 évig, az élet meg a koporsóig. Hála Istennek itt, Nagymaroson egy olyan szerencsés helyzet alakult ki, hogy egy páran összeálltunk, és igenis elég sokat foglalkozunk a borral. Na most a bort önmagában nem inni kell, hanem élvezni kell. A kettő között nagy különbség van. És összeállt egy társaság, aki igen-igen szereti a bort, igen-igen igényes a bor ivászatra, a bor kóstolása, és az azt hiszem, hogy ez a 19-20 év, ami Uszkván, miután csináljuk ezt a borversenyeket, kőkeményen megérte ezt a nagyon-nagyon sok munkát. Vannak itt, hála Istennek, olyanok, akik az indulásnál is itt voltak velünk, és kóstolták a különböző ecetes és egyéb borhibás, borbetegséges borokat, és most megtiszteltek minket ezzel az estel, hogy itt eljöttek, meg fogják kóstolni ezeket a csoda italokat, és látszik a fejlődés. Szerencséje, elvész ház a földje, pénzet,